megmarad a sűrűbb, vagyis heti rendszerességű csomagolási hulladék elszállítása a belvárosi és a Széchenyi városi társasházak esetében. A gyakoribb szelektív hulladékos járatokat még november 1 ével vezette be a Dunatisza közi hulladék gazdálkodási nonprofit Kft. Most úgy tűnik, bevált az új hulladékgyűjtési rendszer, így kibővítik új városrészekkel. A lakosság visszajelzések mind pozitívak voltak, és a szolgáltató is úgy érezte, hogy ebben a probléma egy bizonyos fokban megoldható. A projekt sikere kapcsán tehát megegyeztünk abban, hogy ezt folytatjuk legközelebb június 30-i határidővel, és nagyobb területen. Professzor dr. Stahopekári István alpolgármester hangsúlyozta, hogy a korábban kiadott szelektív szállítási naptár szerinti gyűjtés változatlanul megmarad. Ehhez képest pluszban, páros héten a Széchenyi városi, Hunyadi városi és Műkert városi társasházaktól keddi napon, míg a belvárosi, a Mátis Kálmán, illetve a Szabó Kálmán utcai társasházaktól szerdai napon viszik el a szelektív csomagolási hulladékot a következő öt hónapban. Az új határidő lejárta után újra felmérik az igényeket és tapasztalatokat. Természetesen ez a szolgáltató részéről többet költséggel jár, de megéri, mert kevesebb edényre van szükség. Nem fordulhat elő az, ami korábban előfordulhatott, hogy az edény túl kis térfogat a következtében, nem csak az edénybe, hanem az edény mellé is került szelektív hulladék, illetve betették a kommunális hulladékok közé a társasházak azzal, hogy hetente szállítják el a szelektív hulladékot, kisebb edényzetre tudtak áttérni, amiket sokkal könnyebb elhelyezni a társasház beltéri tárolóiban. Fontos, hogy a családi házas övezetekben megmarad a két heti szelektív hulladékszállítás.